Orbán Viktor radikális és jobboldali kormánya eljátszotta az ország becsületét, felélte az ország tartalékait. Önök olyan országot teremtettek, melyben az elmúlt egy évben az emberek egy egész havi jövedelmüket vesztették el az infláció miatt. Nagyjából 50%-kal lett drágább a kenyér. Az önök kormányzása oda vezetett, hogy 700 betöltetlen házi orvosi állás van. Hiányzik továbbá 9000 szakápoló, melynek következtében kórházi osztályokat szüntetnek meg. Önöknek azt sikerült elérni, hogy az iskolákban már 16000 üres tanári és 14000 üres pedagógiai munkatársi állás van. Korrupt rendszerük miatt az európai adófizetők nem akarják Magyarország fejlesztésre fordítani saját pénzüket. Családonként mintegy 1 millió forint veszteségét bennünket önök miatt. Egy évvel ezelőtt azt ígérték, hogy minden jobb lesz. Ha minden rosszabb lett. Megszüntették az önök által korábban érinthetetlennek mondott általános rezsicsökkentést, a százezrek által választott egyszerű adózási formát, a katát, megvonják a babaváró hitelt a 30 évnél idősebb pároktól, a városokban megszűnik a családi otthonteremtési kedvezmény, a csok. Ezt hozta el az önök kormányzása. Mi azt gondoljuk, hogy mást kell csinálni, és mással kell csinálni. Tisztességes, szociáldemokrata politika kell Magyarországnak és az embereknek. Fizessenek a milliárdosok. Ezt ajánlja a Demokratikus Koalíció Magyarországnak. Köszönöm szépen!